Szeretettel köszöntök mindenkit, és egészen elképesztő események zajlanak itt Budapest szívében. Mire én megérkeztem, már minimum 10 rendőrautót számoltam össze. Akik idejöttek egyelőre, nem tudjuk, hogy miért, illetve ők sem tudják, hiszen azt mondták, hogy egy ilyen megelőző csapásként vannak itt, tehát bűncselekmény, szabálysértést még semmit nem állapítottak meg. Nyilvánvalóan politikai megrendelésre kiküldtek ide 10-15 rendőrautóval rendőröket, akikre óriási szükség lenne mondjuk a borsodi gettókban, no-go-zónákban, vagy akár itt Budapesten is vannak ilyen területek, mondjuk a Hős utca környékén, vagy akár az illegális migránsok ellen nálunk a határon. Ehhez képest itt vannak, és azokat a fiatalokat vegzálják, akik nagyon helyesen eljárva igyekeznek megvédeni a magyarokat, igyekeznek megvédeni a budapestieket attól a provokációtól, amelyet pont húsvétra, a kereszténység egyik legfontosabb ünnepére, a feltámadás ünnepére időzítettek, amellyel nem csak a kereszténységet, hanem a magyarokat, az európaiakat és a fehér embereket és a keresztény embereket akarják meggyalázni, provokálni. Szerencsére ezek a fiatalok a Mi Hazánk ifjai, Vékony Csongor és csapata, illetve a Légió Hungária tagjai egy ismeretterjesztő paravánnal takarták el ezt a nemzetgyalázó provokációt, és itt láthatóak a valódi áldozatok, akiket valóban üldöznek világszerte. Például a dél-afrikai fehéreket, akik ellen genocídium folyik, amikor ezrével mészárolják le a fehér telepeseket Dél-Afrikában, vagy például akár a Közel-Keleten és a világ számos helyén a keresztényeket megölik a hitükért, lerombolják a templomokat, sőt most már Európában is templom rombolások zajlanak, például Franciaországban, ahol folyamatosan épülnek a mecsetek, a középkori templomokat pedig lerombolják. Tehát az igazi áldozatok, akik emlékműért kiáltanak, azok valójában a fehér, heteroszexuális, keresztény emberek. Éppen ezért én szeretném megköszönni a Mi Hazánk ifjainak ezt a cselekedetet, szeretném megköszönni a Légió Hungária tagjainak ezt a cselekedetet, és nagyon bízom abban, hogy Magyarországon ez a gyalázat, ami az Amerikai Egyesült Államokban megtörtént, ahol a felforgatók már polgárháborús hangulatot teremtettek, ez itt nem történhet meg, él még a magyar nemzeti ellenállás, és remélem, hogy rövidesen el fog innen tűnni ez a szörny alkotás a paraván mögül. Mi addig biztos, hogy nem fogunk megnyugodni, ameddig nem lesz innen eltakarítva ez a provokáció. Köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött, és akinek abban része van, hogy az igazságot látják jelenleg az emberek, és nem pedig ezt a magyar és Európa ellenes szörnyűséget.